Sziasztok! Sikerült elérni. Csak a múlt, de most esetvehetessel fogok utazni. Azt mondom, hogy Diváncról. Éppen, hogy sikerült elérni. És mindjárt indulunk is. Most szálltam le fel. Ennyi. Végig. Az égig kell futni az aluljárót miatt. És bizony, 77-es vonal. Újra indult a személyi forgalom. Hétközben a fecske inga, hétvégén pedig fogadt. Hát meglátjuk, most pénteken 11:30-on. Ilyenkor nyilván kevesebben lesznek. Mondom, iskola szüneti és munkanap van, úgyhogy ilyenkor nyilvánvalóan kevesebben utaznak. Szóval három kocsi van rajta, meg is hát gyárlagosan 2-3 utas per kocsi most a... Egyszer mennyien indultunk Vácról. Majd meglátjuk, hogy menet közben hányan csatlakoznak még hozzánk. És akkor innen Vácvátótól. Most már a 77-esen. Ez vagy ez Vászfaltján? Igen. Kisnévedi messze van. Hát Vászfaltján sincs ilyen nagyon közel a Kisnévedi megállóhoz, hát látszik, nem nagyon. Itt van. Ennyi, igen, de... Itt tényleg nincs sok itt értelme megállni. Igen, hát itt sok értelme tényleg nincs megállni. Nem lenne ekkora köd, akkor talán messzebb lenne felállni, de mink az így is látszik, hogy... Azért... Nem olyan távolságban van itt semmi, mi érdemes lenne. Felszállót nem láttam. Még az állomás épületes ráférne egy felújítás. De legalább levágták a gazt. Na az is valami. Leszállt valaki? Ja, a kalauz. Igen, mondjuk még munkanapban van és ilyen délködül, tehát ilyenkor nem nagyon van felszálló. Akár itt nem volt volna 13 éve. Még hozzá kell szokni, hogy ismét van. Na, mindjárt lehetünk is. Viszont kicserélték a padot. Szerintem az egy új pad. Néhány éve, amikor itt jártam, akkor csak azért a beton része volt meg. Galga már, a rövid peron. Amiről már megemlékeztek egy páran. Igazából eddig tartozik. Az utolsó kocsi az már peronon túl van. És ráadásul a retro BZ jön. Tehát a 343-as BZ, a retro festésű. Felszállunk, de nem erre a vonatra vált. És itt is kiserélték a padokat.